Bernie Sanders amerikai szenátor elindította elnökjelölti kampányát Brooklynban, ahol gyerekként szegénységben nevelkedett. Donald Trumpot a legveszélyesebb elnöknek nevezi az Egyesült Államok modern kori történetében. A demokrata Bernie Sanders szót emelt a kapzsiság, a gyűlölet és a hazugság ellen, azt ígérve, hogy győzelme esetén kormánya nem ilyen lesz. Nem lehetünk rasszisták, szexisták, idegengyűlölők, homofóbok és vallásosan bigottak, tette hozzá Bernie Sanders. Már 2015-ben is indult az Egyesült Államok elnöki posztjáért. Hillary Clinton után a második legnépszerűbb demokrata jelölt volt. Nem fogad el bizonyos összegnél nagyobb kampánytámogatást senkitől, így programját nem befolyásolják nagymértékben a Wall Street-i milliárdosok.